Szélviharral tört ránk a hideg, az erős lökések pedig folytatódnak az előrejelzések szerint. Vasárnaptól keddig megnövekszik a napos órák száma, csak kevés felhő lesz az égen, de ez nem emel nagyot a hőmérsékleten. Szerdán többfelé beborul, csütörtökön pedig a keleti, középső és déli területeken kell húszálingózásra, futó záporokra és ködre számítani. Szombat éjszaka sem veszít erejéből a szél, a 100 km per órát meghaladó lökések is előfordulhatnak. Ennek következtében a hőérzetünk megközelíti a mínusz 20 Celsius fokot, számottevő csapadékra ugyanakkor nincs kilátás. Vasárnap már több lesz a napsütés, viszont még mindig erős északi-észak-keleti szél fúj majd, hideg lesz hajnalban mínusz 2, napközben 1 és 2 fokot mérhetünk. Szerbia déli hegyvidéki részein havazni fog, és mínusz 10, mínusz 12 fokra is lecsökkenhet a hőmérséklet. Vajdaságban erre nincs esély. Az elkövetkező héten sem lesz kellemes az idő, a hajnalok hűvösek lesznek 0 fok alatti értékekkel, de a nappali csúcsértékek sem emelkednek magasra, 2 fok körül alakulnak. Hétfőn és kedden még többfelé élénk lehet az észak-keleti szél, a napsütés délen zavarhatják felhők a délutáni órákban. Szerdán a felhős időben mínusz 3 és 2 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk. Csütörtökön már ködös lesz a délelőtt, és néhol még a kora délutáni órákra is beragadhat. Egyedül Vajdaság középső részein kell húszálingózásra számítani, a nap csak az északi és északnyugati területeken bújik majd elő. A régió más országaiban is az erős széllökéseké lesz a főszerep, lesz, ahol a nappali csúcsértékek nem emelkednek 0 fok fölé. Ilyen Nis és Kolozsvár, sőt Szarajevóban mínusz 6 Celsius fok várható. 0 fokot mérhetnek majd Szófiában és Podgoricán, 1 fokkal többet Ljubljanában, Zágrábban, Temesváron, Bukarestben és Budapesten. Eszéken, Belgrádban és Szegeden 2 fok körüli hőmérséklet lesz tapasztalható. Havazni egyedül Nisben fog.